out of eyes, tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be my. Na sziasztok, a mai videóban egy jó kis témát hoztam el. Érdekes is lehet, meg így az agyat kicsit fejlesszük. Bitcoin témában fogunk mozogni a mai videóban. Jó szórakozás hozzá, 6 szó. A Bitcoin egy nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, kriptovaluta, így hát pont, hogy valuta, ilyen digitális fizetőeszközként funkcionál ez a Bitcoin, amelyet 2009. január 3-án, akkor voltam 5 éves. Tehát konkrétan, ja, tehát 5-6 éves. Vagy... Jó, a tényállásom, 5 éves voltam, amikor... Hát még nem voltam 5 éves, 4 éves voltam, amikor ez a Bitcoin létrejött. Egy ismeretlen forrás fórumos néven Satoshi Nakamoto. Hát ezt, amikor leírtam, konkrétan meglepődtem, hogy egy japán vagy japán vagy koreai ilyen businessman bocsátotta ki. Közvetlenül a 2008-as amerikai bankválság kirobbanása után a bitcoin biztonságosan tárolhatók a bitcoinok. Tárolhatók egy pénztárca fájlban, személyi számítógépen, mobiltelefonon, külső adathordozón vagy más felhő alapú eszköz szolgáltatásában. Így hát konkrétan biztonságos ennek a tárolása, csak így persze a vannak ennek jó meg rossz oldalai is, persze nem mindenki fektessen bitcoinba, meg stb., mert csalós, meg konkrétan az árát majd a végén elmondom, hogy konkrétan mennyi. Most egy bitcoinnak az ára, nagyon-nagyon-nagyon durva árai vannak. A gazdaságról pedig annyit, hogy a gazdaságban is nagy szerepet játszik a bitcoin, például a fizetés, a szerencsejáték, az online játékok, különféle weboldalak elfogadják fizetőeszközként, csak a szerencsejátékba se érdemes belefektetni a bitcoint, mert a bitcoinnal fizetsz, akkor konkrétan lejátszódik egy ilyen forgatókönyv, hogy így nagy baj, konkrétan nem... Konkrétan elbukhatod az egész életedet ezzel a bitcoinnal, meg persze vannak olyan emberek, akik jól befektettek bitcoinba, meg vannak olyanok, akik ezért veszítették el az életüket, hát nem az életüket, hanem a megérhetésüket, hogy konkrétan bitcoinba fektettek. A bitcoin főfejlesztője az elején mondva Nakamoto, álnéven publikálta a szoftverét, és azt megelőzően 2008. október 31-én a Bitcoin fehér könyvét, ami 9 oldalból áll, a mű címe Satoshi Nakamoto, egy peer-to-peer elektronikus készpénz rendszer. A könyvet nem olvastam. Személyesen nem olvastam el a könyvet. Nem is akartam annyira belemenni ebbe az egész bitcoin örületbe, mert konkrétan már az agyam is így össze-vissza szállna, mint egy madárka a réten, hogy konkrétan már ettől van tele a fejem is. Vagy, ja. A bitcoin szoftverét Nakamoto eredetileg Windowsra fejlesztette ki. Írta csak meg, a Linuxos változat létrehozásában nagy segítséget játszott Marty Malmi, ő nem tudom, hogy milyen nemzetiségű szoftverfejlesztő, de konkrétan így leírva
az egészet, fura ez az egész, hogy hogy mennyire a mai világban mennyire fejlődött ki a Bitcoin, már van tőzsdé, a tőzsdén is lehet nézni, hogy mennyit bukott a Bitcoin ára, meg hogy így digitálisan már lehet nézni a Bitcoinnak a mozgását is, mennyire durva. 2009-ben bocsátották ki, azóta eltett egy 13 év konkrétan, vagy nem 13 év, igen, tehát körülbelül ennyi, vagy 12-13 év konkrétan, vagy az már van több is, számolásban így konkrétan nem vagyok a legjobb, tehát jó, kövezzetek meg a komment szekcióba. A szoftverek az eredeti nyílt forráskódú kliens minden nagyobb platformra lefordított változatban is elérhető, a bitcoinok küldéséhez, fogadásához szükséges minden funkciót tartalmaz. Tehát konkrétan minden tartalmaz ahhoz, hogy egyik helyről a másikra, A-ból B-be át tudjon menni az egész, és folyamatosan fejlesztik a Bitcoin rendszerét, ezt a szoftvert, hogy hogyan tudnál A-ból B-be Bitcoin küldeni, de ez egy nagyon necces dolog, és konkrétan pár százezer forintot is bánhatja ezt a egyik helyről a másikra a dolog. És ide még ide írtam, amit az elején leszögeztem, hogy van ennek jó és rossz oldala is, mert nem érdemes ebbe befektetni, mert nagyon hamar elviheti a vagyonod nagy részét, a tőzsdén is megtalálható az értéke. Konkrétan leírtam, hát egy bitcoin ára konkrétan 8.900.032 forint konkrétan. Így hát konkrétan tudnál venni, nem, el tudnám menni abba nyaralni, meg még plusz félretenni konkrétan abból az árából, meg még tudnál venni hozzá egy autót. Meg még tudnál hozzávenni rengeteg sok minden, csak 8 millió, az rengeteg pénz, azt még nem láttam. De konkrétan ennyi egy bitcoin ára, 8.932 forint. És még ide is ki fogom írni, hogy rengeteg pénz, ezért nem szabad belefektetni, mert a belefektet, persze a befektetéssel foglalkozó cégek konkrétan bele is csúszhatnak az ilyen bitcoinos izéba, meg egyéni vállalkozók is belecsúszhatnak az ilyen bitcoinos őrületbe, bányászásba, meg a többibe. Konkrétan ez az egész bitcoin létrejött, egy bányászás után történt, azt még hozzáteszem, hogy meg nem is érdemes belefektetni semmiféle bitcoin ilyen őrületbe, mert rossz dolog, rossz, de aki megteszi, az így járt. Úgyhát, nagyban köszönöm szépen a figyelmet, kicsit érintettük ezt a bitcoint, persze sok-sok ezer mondat van róla fönt a neten, hogy milyen a bitcoin, hogyan folyásos, meg minden. Konkrétan csak érintettük a témát, így hát aki többre kíváncsi, meg stb., azok Google-be megkeresik. Így hát nagyban megkeresik a hozzávaló dolgokat. Én csak így jellegűleg szedtem így össze. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett, dobj egy lájkot, iratkozz fel és nyomd be a csengőt, hogy lenne vagy a következő fajta ilyenfajta videóról. Találkozunk jövő héten szombaton, most már tényleg jövök a videókkal, a múlt héten technikai okok miatt maradt el a videó, előre is sorry, most szombaton pedig robban ez a videó, nézzétek széjjel, és akkor hello, pacsi, szia, elosztok!